Eddig 230 devizahiteles pert függesztett fel az EGRI törvényszék. Az eljárásokat akkor folytatják, ha a bankok az állam ellen indított perei lezárulnak. A devizahiteleseket segítő első törvény július végén lépett életbe, ezután indítottak az egyes pénzintézetek pereket az állam ellen. A fővárosi törvényszék vizsgálja, hogy a bankok eljárása a devizahiteles szerződésekre vonatkozóan valóban törvénytelene. Eddig közel 40 bank keresetét utasították el első fokon. A fellebbezésekkel számolva év végére várható a perek lezárulása, ekkor egy tiszta jogi helyzetben indulhatnak újra Egerben is a devizahiteles polgári perek. A magánszemélyeknek ez igen kedvező lesz. Ezt követően egy elszámolás fog következni a bankok és az állampolgárok az ügyfelek között. Erre a parlament már előkészítette az elszámolási törvényjavaslatot is, amelyet a jövő héten fog tárgyalni. Devizahitelekkel kapcsolatos kereseteket jelenleg is lehet benyújtani, de a tárgyalásokra csak a fővárosi ügyek zárultával kerülhet sor. Az EGRI törvényszék elnöke arra számít, hogy a napokban megsokszorozódik a lakosság által indított keresetek száma. A devizahiteles ügyeket 2015. júliusig szeretné lezárni a törvényszék.